Nagyszerű eredményt értünk el, mert felülmúltuk az akkori 13 évvel ezelőtti eredményt, ez ugye az Európai Uniós népszavazás volt, és nem ismerjük még a határon túli magyarok szavazatát, mondta Orbán Viktor a népszavazást értékelve. A fegyver elég erős lesz Brüsszelben, és Kovács Zoltán kormányszóvivő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát egy érvénytelen népszavazás, mint fegyver, az nem tűnik túlságosan erőteljesnek. Nagyot nem szól. Jó reggelt még egyszer. Nyilván látván egyébként ma reggel már a nemzetközi média előre kalibrált álláspontját, mindenki ezen előre lehetett tudni, hogy érvénytelen lesz. Persze, tehát ez nem, hanem hogy mit fognak majd hangsúlyozni ebben a dologban. A következő a helyzet. 3,2 millió teljesen egy irányba mutató szavazat, azért az elmúlt 25 év egyik legegyértelműbb iránymutatása a kormány számára. Lehetett épésszel más választ adni erre a kérdésre? Nézd, a demokráciában természetesen mindig az lenne a legjobb, hogyha mindenki elmenne szavazni. Tehát fekete vagy fehér, és hát olyan szinten volt lefestve az egyik, hogy... És ez teljesen egyértelműen fehér, illetve egy irányba mutat. Most egy dolgot tegyünk hozzá, hogy az érvénytelenség, mint jogi kategória az új szabályok alapján az egyetlen dolgot jelent egyébként, hogy a parlamentnek ilyen értelemben nem kötelessége, nem elkerülhető, illetve nem elkerülhetetlen egészen pontosan az, hogy foglalkozzon és döntés hozzon ebben a dolgokban. Sőt, inkább elkerülhető, de erről majd beszéljünk. De nem erről van szó, hanem mivel a kormány kezdeményezte a népszavazást, és a kormány mögött álló rendkívül stabil kormánytöbbség nyilvánvalóan támogatta ezt a népszavazást. Ilyen értelemben a népszavazás ezen eredménye, amit még egyszer több mint 3,2 millió egy irányba mutató 98%-os többségben lévő nem, az egyértelmű politikai és jogi következményekkel kell, hogy járjon, nem lehet megkerülni ezt. A másik 5 millióban miért nem foglalkoznak, aki ezért, azért, amazért, mindegy, hogy miért, de nem. Én biztos voltam benne, hogy ezek a nagy számok repkedni fognak, de azért... Hát, hogyha 3 millió ilyen erős hivatkozási alap, akkor legyünk az 5 millió is. Legyünk realisták, a parlamenti választásokon való részvétel is ugye erősen ingadozott az elmúlt években. De nem voltak realisták akkor, amikor azt az álmot megfogalmazta Orbán Viktor, hogy ő 100%-os részvételt szeretne, de nagy reményei vannak arra, hogy érvényes lesz a népszavazás. Egy nemzeti ügyben egy politikus célkitűzése nem lehet más, hogy minden magyar állampolgár mondja el a véleményét. Na de aztán minden, ahogy mentünk elő az időben, egyre kisebb volt az ambíció. Tehát a választás napján már azt szerintem, hangzott el, szerintem hogy nem annak is örül, hogyha a nemek többségben lesznek. Én egy kicsit máshogy emlékszem, mert azért az elmúlt két hétben elsősorban a sajtó kezdte el az 50%-ot felpumpálni, mint ami ilyen értelemben megkerülhetetlen. Rosszul emlékszünk ilyen mondatokra? Én nem gondolom, hogy rosszul emlékszünk, csak még egyszer ez a vitának, persze most látszik, hogy a mai naptól kezdve ez egy fontos eleme lesz, de itt egy ennél sokkal makacsabb dologgal kezdem, mert csak hagyj fejezzem be a mondatot. Mert mielőtt ez vád lesz, hogy a vitának ez egy fontos eleme lesz, és most ez, ugye én ülök itt, én nem vitatkozom, én csak megpróbálom megtudni a valós álláspontjukat, és hát ehhez képest ugye az egy érdekes helyzet, hogy van egy népszavazás, a népfelség elve, a demokrácia, és így tovább, és így tovább, és ott születik egy döntés. Méghozzá az önök által megváltoztatott 2011-es szabályoknak megfelelő döntés, az szerint érvényes és érvénytelen és eredménytelen a népszavazás. Majd hivatkozási alapként ezt óriási sikerként kommunikálják. Hát a szavazatok számát illetően ez azt gondolom, hogy egy teljes egyetemű megerősítés, és nem lehet másként értékelni, mint sikerként. A érvénytelen népszavazás lehet siker? Bármilyen más ügyben, hogyha egy érvénytelen népszavazáson lennénk túl, mint hogy nem nagyon lehet Magyarországon érvénytelen. De bocsánat, ön most összekeverek. Ez egy eredménytelen és érvénytelen. Eredményes, és az érvényességet tekintve, a közjogi érvényességét tekintve lehet vita, a politikai érvényességét tekintve, hát kivitatkozhat azon, hogy 3,2 millió szavazatot figyelembe kell venni. De kivitatkozhat azon, hogy soha ennyi érvénytelen szavazat nem volt, amely egy pártnak a kampányát tükrözi. Azt majd én rábízom azokra, akik ezzel akarnak büszkélkedni, hogyha valakinek az a büszkélkedni való, hogy 6% érvénytelen szavazatot sikerült kicsikarni egy nemzeti ügy kapcsán, az legyen az ő, hogy is mondjam, lelkiismereti és politikai kérdése. Nem a nemzeti ügy kapcsán, hanem a megközelítés kapcsán, a kérdést minősíti az érvénytelenség. Tökéletesen egyértelmű és egyszerű kérdést tettünk fel. Egy olyan egyszerű kérdés, amiről valójában nem is lenne szabad vitatkoznunk, és látható, akkor hogy még népszavazást kérni erre. Akkor miért nem volt elég egy közvélemény? Kutatás, remek közvéleménykutató intézeteik vannak, akik pompásan tudnak mérni. Álljunk meg egy pillanatra. Tehát itt azok, akik 6%-kal meg az érvénytelenséggel fognak büszkélkedni, azok miatt kellett ilyet tenni itthon, és azok miatt, akik külföldön azt tervezik, hogy elvesznek olyan tagállami jogköröket és kompetenciákat, a szuverenitásunk egy része, amit mi soha nem hát adtunk ahhoz el. Nem sikerült most az érvet találni, mert az egy érvénytelen népszavazás érv lesz. Az ön szerint bárkinek siker, hogy sikerült rávenni 6%-nyi embert arra, hogy egy olyan kérdésben,
amelyre még egyszer józanul nem lehet mást válaszolni egyébként, mint nem, hiszen még egyszer egy alapvető kérdést teszünk fel. Ezzel büszkélkedik, hogy ő odaadja siker, a magyar szuverenitási részét. Majd még ellenzéki pártvezetőkkel is fogok beszélgetni ma reggel. Szerintem ebben a történetben igazán nincsen siker, de mindenki sikernek állítja be. Szerintem pedig rosszul gondolja. Nézzük meg, hogy 2014-ben mekkora a felhatalmazással sikerült ennek a kormánynak megalakítani, tehát ennek a, annak a pártszövetségnek kormányt alakítani, amely mögöttünk áll. Mire gondol, mekkorával? 2,3 millió szavazattal, emlékeim szerint. Ez most bő egy olyan millióval több. Akkor most megint álljon meg egy pillanatra. Igen. A Jobbik ugyanarra a nemre szólította fel a saját híveit, mint a Fidesz. Akkor most ezt összeadjuk innentől, a Fidesz és a Jobbik együtt. Ön tudja, hogy ki hogy szavazott ezen a népszavazáson? És ön tudja. Én látom a számokat, hogy hányan szavaztak. De tudja, hogy hányan fideszesek közülük és hányan jobbikosok? De pontosan erről beszélünk. Tehát, hogyha amikor a kormány támogatásáról beszélünk, ön nem tudhatja, hogy hány jobbikos meg de jobbikos. De ő sem tudhatja, hogy ebből ugye arra hivatkozik, hogy milyen a kormány támogatottsága. Én éppen ezért nem is ezt akarom tudni, hanem azt látom, hogy a kormány egy konkrét, egyértelmű ügyben kért állásfoglalása kapcsán egy olyan megerősítést kapott, ami túlmutat azon a mandátumon, amit 2014-ben kapott. Egyetlen párt támogatta az önök elképzelését, az a Jobbik volt. Tehát az ő támogatóinak de a szavazata hozzáadódik önök, ahhoz, amire most büszke. Önök is, és világszerte minden egyes alkalmat megpróbálnak arra felhasználni, hogy a Jobbikot bármilyen értelemben referenciapontként használják. Kik az önök? Az elmúlt hat évben ennek a kormánynak... ennek a kormánynak a Jobbik semmilyen formában nem volt referenciapont. Megpróbálunk felelősen kormányozni. Az elmúlt hat év azt gondolom, hogy hozott és mutatott ilyen eredményeket. Most pedig egy olyan csata előtt állunk, amely mindenkinek a bőrére megy. Az önére is, minden magyar állampolgárnak a bőrére megy. Mi következik ma? Alkotmánymódosítás, amit Orbán Viktor mondott, miközben hát alaptörvény. Szerintem azért, hanem mi előtt állunk? Egy dolgot, ne legyen nagyon senkinek illúziója, ami előttünk áll, az nem azt jelenti, tehát ami tegnap történt, az nem zár le egy történetet, hanem kimondottan inkább csak a kezdetét jelenti annak, meg kell vívni azt a politikai és jogi küzdelmet, amely az Európában mozgó óriási erőkkel szemben tud képviselni egy magyar, illetve egy közép-európai álláspontot. Nem sikerült többséget szerezniük a magyar társadalomtól erre? Egy többségi felhatalmazást? Egy olyan szavazás, például mondjuk az Európai Parlamentben ülő magukat mindenkinél okosabbnak, illetve mindenkinél felkentebbnek gondolok számára egy olyan üzenet, ami 15%-kal haladta meg az Európai Uniós választási, illetve részvételi arányokat, és ez nem csak idehaza volt itt, hanem egész Európában. Tehát a legitimációs kérdésekről beszélünk. Mennyiből akkor... a kampányolt a magyar kormány az Európai Uniós választások most ne a kampányköltségekkel jöjjön nekem, hanem legitimációs szempontokról beszélünk. Azért az nem mindegy, milyen kampány áll mögött. Engedje meg, hogy befejezzem, visszatérünk a költségekre. Legitimációs szempontokról beszélünk. Egy megerősített legitimációjú kormány, hiszen még egyszer 2014-ben már megbeszéltük, hogy mekkora szavazati arányjal sikerült kormányt alakítani. Ehhez képest több mint 1 millióan mondják azt a magyarok, hogy igenis képviselnie kell a magyar kormánynak azt, amit eddig is következetesen képviselt, az minden ilyen érvet le fog tudni söpörni az asztalról, mert nem állnak meg azok az érvek. Nem igaz, hogy a magyar kormánynak nincsen meg a felhatalmazása, illetve nem erősítették meg abban a pozíciójában, amit most sokan tagadnak. Orbán Viktor azt mondta, hogy alaptörvényt módosít. Így van, hát várjuk meg a mai napot, ugye a mai nap folyamán meg fogja tenni majd a miniszterelnök az előterjesztését, beszél a parlamentben, látni fogjuk, hogy pontosan hogy körvonalazódik jogi értelemben. Bármi olyan mondatuk, ami bárkit kötelez bármire? Ugye, most hogy ennek ezt... ennek a népszavazásnak semmiféle nemzetközi jogi következménye nincsen. Tudnak olyat az alaptörvénybe írni, ami bárki számára érdekes? Álljon meg a menet. Egy olyan ügyben, ami még egyszer, amit mi soha nem adtunk át kompetenciaként, illetve szuverenitásunk azon elemét, soha nem adtuk át egyetlen európai intézménynek sem, ami arról dönthet, hogy milyen migrációs politikát folytassunk, illetve hogy mások döntessenek arról, hogy nekünk kivel kell együtt élni, hát hogy a fenében lenne már. Tehát azon dolgozunk, hogy tehát megtaláljuk azokat a jogi formákat. Ami Brüsszel számára kötelező. Nem mondatokról szól, hát nézd, itt az uniós jog ugye az nem nemzetközi jog, azért ezt tegyük gyorsan tisztába, tehát itt egy más közegben viszont vagyunk, ez egy speciális jog. Így van, viszont a szerződésekben, a lisszaboni szerződésben, a csatlakozó jogszabályokban, nézzék meg, egyetlen helyen sem rendelkezünk arra, hogy ezt a kompetenciát, ezt a szuverenitás elemet átadjuk. Jó, tudja, emlékszik az uborka forma körüli vitára, az sincs részletesen leírva, mégis az uborka formája komoly vitatámmal tárgya. Igen, és az uborka bár egy bagatelnek tűnő, de egyébként releváns kérdés vett fel, hol húzódnak azok a határok, ahol mások dönthetnek olyan dolgokban, ami nem tartozik rájuk. Hát az, hogy kunkorodik ki az uborka. Mit visz Orbán Viktor magával Brüsszelbe? Azt mondta, hogy erős fegyvert kapott. Mi az a fegyver? A magyarok egyértelmű, és egy meg
meg nem kérdőjelezhető döntését arról, hogy nem szeretnének kötelező betelepítési kvótát. Aki azt gondolja Európában, hogy 3,2 millió ember szavazatát figyelem kívül kell, illetve lehet hagyni, azt nagyon téved. Hogyan lehet eleve közjogi következménye, hogy Orbán Viktor ezt a kifejezést használta tegnap annak, ami érvénytelen? Ugye ez úgy, a népszavazás, hogy nem kötelezően érvénytelen. Kell hozni ilyen döntést, de mivel politikai és jogi értelmen is a kormány kötelezőnek tekinti magára nézve azt az eredményt, amiért nem kötelező. Akkor minek kellett ez a népszavazás? Kérdezem újra, hát konzultációs éveket küldtek ki, és lett hivatkozási alap az elmúlt években. Fussunk neki még egyszer, egy népszavazás, bármilyen az eredménye is, azt mindenkinek figyelembe kell venni. Paks 2-ről lesz például a népszavazás? Ez például egy fontos kérdés. De most európai szintű dolgokról beszélünk, Paks pedig egy energetikai kérdés. Most ezt most tegyük fél. Hollandiában talán tavaly decemberben volt egy népszavazás a Ukrajna szabadkereskedelmi, illetve kereskedelmi társulásáról, amit a hollandok elutasítottak. Bár ott rendkívül alacsony volt a részvétel, egyértelmű döntés született, és az egész blokkolja azt a folyamatot, ami oda vezetne. Ön szerint egy ennél sokkal fontosabb kérdésben 3,2 millió ember, tehát 98%-os többség egyértelmű, egy irányban mutató döntése, az megkerülhető lesz bárki számára? Én azt gondolom, hogy nem. Eredménytelen. Még elmondtam, hogy a közjogi érvénytelenség az csak egy dolgot jelent, hogy a parlamentnek nem kötelező hozni a döntést, de mivel politikai értelemben a kormány, illetve a mögötte álló parlamenti többség kezdeményezte a népszavazást, és egyértelműen kötelezőnek tekinti magára, ezért lesznek közjogi következményei. Csak. Is. Jó. Szerintem értjük. Paks 2-ről lesz népszavazás? Most csak ez jutott eszembe, számtalan ötletem lenne. Paks 2-ről nem kell népszavazást tartani. Miért nem kell? Mert a jövőnket befolyásoló fontos kérdés. A folyamatban lévő projektről van szó, mindenben úgy jártunk el, ahogy egyébként ilyen projektről. De elfelejtették megkérdezni a társadalmat, pedig a jövőnket befolyásoló fontos kérdés. Még eszükbe juthatna. Nem, most megint ugyanazt a cipőt húzta fel, vagy ugyanaz úton próbálja járni, amit oly sokan próbáltak az elmúlt időszakban. Relativizálni próbálja ennek az ügynek a nemzeti jelentőségét. Paks 2 sem relatív, azért próbálnak. Valóban nem relatív, ott egy konkrét energetikai kérdés. Van szó, de nem hasonlítható össze a betelepítési kvótában. Értem. Meg nem feltétlenül győzött, de legalább értem, mit mond. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.